Megőrizte a helyét a világelit közvetlen előszobájának számító divízió 1/A csoportban Románia jégkorong válogatottja, miután a Nottinghami VB-n az 5. helyen végzett a csoportban. Az eredményt Nagy Attila, a szövetség megválasztott elnöke értékelte. Gratulálok a fiúknak, hogy sikerült megőrizni a helyet a divízió A1-ben, értékelte a Nottinghami jégkorong VB-n elért eredmény Nagy Attila, a szövetség megválasztott elnöke. Románia-Litvánia legyőzése révén tudott megkapaszkodni a világelit előszobájának számító értékcsoportban. Úgy vélte, ez annak a hosszú munkának az eredménye, amit a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és az Erste Ligában szereplő klubok a sportákba fektettek. Ami a VB-n résztvevő keretet illeti, tekintve például, hogy az Erste Liga győztes Gyergyószent Miklóstól senkit nem hívtak meg, elmondta, a rövid határidő miatt nem lett volna észszerű beleszólni a keret módosításába, azonban a jövőben azon dolgozik, hogy a lehető legerősebb keret képviselhesse Romániát. Mindenféleképpen azon dolgozni fogunk, hogy az ország legjobb játékosai érdekeltek legyenek abban, hogy jöjjenek a román válogatottba játszani. Most, ha megnézzük a potenciális keretet, legalább 5-6 olyan csapatár nem ment el játszani erre a VB-re, akiknek valószínűleg jött lett volna hely. Így is ez egy bravúr. Hát még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon örülünk és gratulálok a srácoknak a eredményét. Nagy Attilát a közelmúltban választották meg a Jégkorong Szövetség élére, a tisztség tényleges elfoglalását azonban az előző vezetőség által gerjesztett jogi akadályok teszik nehézkessé. Az új idénynek azonban már megújult vezetőséggel vágna neki a sportág.